A dúla görög eredetű szó, segítő asszonytársat jelent, aki saját szülési tapasztalataival folyamatos fizikai, érzelmi és informatív segítséget nyújt az édesanyáknak várandóság idején, a szülés alatt és utána is. Akán a családi kör tapasztalat cserére invitálta az érdeklődőket. Én vagyok a Kána anyukája, amikor a kislányom megszületett, akkor becsatlakoztam ide a Kismama klubba szervezőként, és én találtam ki a nevét, és már lassan ez a második évad, amit így együtt csinálunk Bódi Nélikó Angélával, mert szükség van ránk, meg nekünk is szükség van a közösségre, és ezáltal mi is fejlődünk, meg az is, aki ide tud jönni, és egy közösséget teremtünk, ahol mindenki megbeszélheti az érzéseit, az életét, és megoldást találhatunk együtt rá. Meglettek a témák, és ezekhez választottunk szakembereket, és ki hogyan ért rá, súlyoztunk, hogy azért ne legyenek ismétlődések, és ezáltal alakult ez az egész. Szerintem nagyon jó ötlet, mert ez egy olyan közeg, ahol mindenféle, hát hogy mondjam, kismama is megfordul, meg kisgyerekes szülők, és megmondom őszintén, a dúlák nem csak úgy vannak, hogy maga a szülés témájában, hanem utána is, mert látjuk nagyon sokszor, hogy magukra maradnak az anyák a problémájukkal, a sok hétköznapi dologgal, mert azt hiszük ugye, hogy a rózsaszín köd az addig tart, ameddig megszületik a kisbaba, és utána jönnek a szürke hétköznapok, és nagyon sokszor van az, hogy magára marad. Tehát, hogy a férj is visszamegy dolgozni, 6 hét után ugye a család is, és utána nagyon-nagyon sok probléma van, sokszor magukba fordulnak, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan hely, ahol ezt meg lehet beszélni. Hál' Istennek egyre jobban terjed, ez végül is a régi időkben ez volt ez az asszonytámasztó. Inkább azt mondom, hogy hivatás, még teljesen nem szakma, de különböző tanfolyamok vannak, ahol ezt el lehet végezni, de mindenképpen olyan, hogy az embernek van egy indítatása ezzel kapcsolatban. Nekem például az volt, hogy van egy nagyon kedves barátnőm, és ő neki császármetszéssel végződött a szülése, és akkor megígértem neki, hogy el fogom végezni ezt a tanfolyamot, hogy a legközelebbi szülésén ott lehessek vele. Nem csak fizikailag, mentálisan is segíthetnek a dúlák a legnehezebb időszakokban.